Dražen Petrović olimpiai ezüst és bronzérmes, Európa és világbajnok horvát kosárlabdázó. A kosárlabda módszertjaként emlegetett sportolót rengetegen szerették és tisztelték. Petrović ugyanis a legjobb kosárlabdázó volt Európában abban az időszakban. 28 éves volt, amikor 1993. június 7-én Németországban egy autóbaleset következtében életét vesztette. Az ő életének és pályafutásának tiszteletére rendezik meg minden évben Szekszárdon a sportközpontban a Dražen Petrović emléktornát. Harsányi Mária szervező, a szekszárdi KSC utánpótlás csapatának az edzője, aki személyesen is ismerte a sportolót, idén 28. alkalommal szervezte meg az emléknapot. Ugye Šibenikbe kezdett, ahol született, utána a Cibona Zágrába, majd a spanyol Real Madridnak volt a sztárja egy évig, és onnan került ki az NBA-be, a Portland Blazerhez, majd pedig a New Jersey Netsben játszott, és onnan jött haza, hogy a horvát válogatottat segítse az Európa bajnokságra, Pocselejtez, ahol 30 pontot dobott, és ragyogóan játszott, és onnan mentek haza, és ő nem a repülőutat választotta, hanem kocsival ment, és így történt Denkendortnál ez a súlyos baleset. És én azért emlékezem meg róla minden évben, mert a gyerekeknek egy óriási példakép, és a gyerekeimet szinte még nem jött ez a pandémiás időszak, minden évben nyáron Šibenikbe kiviszem, ahol van a lakásából átalakított múzeum, meg meccseket játszunk, meg edzünk, és minden évben kivettem őket Zágrába, ahol van a róla elnevezett stadion, illetve kosárlabda csarnok, elmentünk mindig a temetőbe, és vittünk annyi szál sárga rózsából virágtálat, ahány éve meghalt. Harsányi Mária azt is elmesélte, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol Petrović édesanyjával és testvérével. Az egész családot nagyon jól ismerem, és azt mondták, az édesanyja itt volt a 20-on, akivel itt egy fát ültettünk a sportcsarnok előtt, és minden évben azt is ugye itt megkoszorítjuk, illetve egy virágtállal, és ő azt mondta, hogy ott Horvátországban nem emlékeznek meg így a fiáról, mint ahogy én itt Szekszárdon, és a gyerekek rengeteg példát és nagyon örömmel jöttek mindig. Ott a temető után elmentünk a róla elnevezett múzeumba, ahol megnéztük az összes relikviáit, amiből én is kaptam, amit itt fönn a sportcsarnok tárgyalójában minden évben ide elhozom és kiállítom meg a fotókat, és egy nagyon kedves barátom, Sólyomári Nándi, aki mindig filmet az életéről, a pályafutásáról vetít a gyerekeknek a mérkőzések közben, vagy ahogy jönnek ugye a csapatok. 4 korosztályban vannak mérkőzések, és a szekszári csapaton kívül bátaszékieket és a bátaszéki, pécsi és nagykanizsai csapat vesz részt most ezen a tornán. Aztán ezen kívül van egy tripla dobó verseny, aminek nagyon sok erőssége volt, mert mondom, egy kiváló játékos volt, de talán az volt az egyik legnagyobb erőssége, büntető dobó verseny, és lesz egy emlékműsor, amit a lányaim, a kosarasaim adnak elő az életéről, és utána a virágtállal megkoszorúzzuk itt ki, meg mécsesekkel a róla elnevezett fát, meg ott van előtte az emléktábla, és hát így ér véget általában ez a nap minden évben. A gyerekeket motiválja ez a megemlékezés, hiszen Petrović pályafutásának felelevenítésével láthatják azt, hogy mennyi munka kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó kosaras váljon. Mondhatom, hogy talán Magyarországon sincsen nagyon, az Euróligába jutott ugye most a csapatunk, ami egy óriási dolog, hogy Európa legjobb 16 csapata közé jutottunk, és ebben a szekszári csapatban 4 olyan játékos van, aki a kezem között nevelkedett, a Studer Ági, először is, mert a rangidő a Bálint Réka, ő nagyon remek tripladobó játékosom volt, aztán a Studer Ági, és most valami két fiatalunk, a Miklós Melinda és a Holc Rebeka. Úgyhogy én bízom benne, hogy ők azért eljutnak, és mindeniknek olyan a munkabírása, a zalázat a kosárlabdához, hogy azért tudtak idáig eljutni. Eleinte a kosárlabdázó halálának évfordulóján tartották meg az emléktornát, de mivel júniusban már levezető szakasza van a kosárlabdának, nehezen találtak csapatokat, akiket meghívhattak volna, így jutottak arra a döntésre, hogy inkább a születésének az évfordulójára, október 22-ére, illetve a hozzá legközelebb eső hétvégére teszik át az eseményt.